Ünnepélyes keretek között adta át legújabb fejlesztését a Tamási Hús Kft. A 14 milliárd forintos beruházásból egy új üzemet és raktárat alakított ki a cégcsoport magyarországi telephelyén. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Süli János Tolnamegye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője is gratuláltak kapacitás bővítő beruházáshoz. Az élelmiszeriparban is szükséges a folyamatos innováció, fogalmazta meg a külgazdasági és külügyminiszter beszédében. A Girlinger csoport beruházása itt Tamásiban ebbe a kategóriába esik. Büszkék vagyunk rá, hogy Ausztria egyik legnagyobb húsipari vállalata újra Magyarországon hajtott végre beruházást. Büszkék vagyunk arra, hogy a Girlinger csoport 5 üzeméből az egyik itt van Magyarországon, Tamásiban. Örülünk annak, hogy ez a beruházás megduplázza az önök bacon előállítási kapacitását, és ennek a megduplázott kapacitásnak a 80%-át a külpiacokon, vagyis export során fogják értékesíteni. És talán még ennél is fontosabb, hogy ez a 14 milliárd forintos beruházás 255 új munkahelyet hoz létre. Ráadásul ennek a beruházásnak egy jelentős részét a Tamási Hús, illetve a Girlinger csoport akkor határozta el, amikor a világjárványtól szenvedtünk, és ezek a beruházási döntések ebben a nehéz időszakban különös bátorságra vallanak, és bizonyítékul szolgálnak a Girlinger csoport lojalitására Magyarország és a magyar emberek iránt. Igaz idei esztendőben már most így október végén elmondhatjuk, hogy Magyarország, a magyar gazdaság idén minden idők legmagasabb beruházási értékét tudja felmutatni. Soha annyi beruházás Magyarországon még nem jött létre, mint az idei esztendőben. Ezért, hogy hosszú távon növekedési pályán maradjon a gazdaság, hogy ki tudjunk maradni az európai recesszióból, a kormány az elkövetkezendő időkben is arra fog koncentrálni, hogy minél több beruházás jöjjön Magyarországra. Ehhez szükséges a politikai biztonság, a fizikai biztonság és az energiaellátási biztonság garantálása. Márpedig mi európai összevetésben is egyedülálló módon itt Magyarországon garantálni tudjuk mind a hármat. Köszönöm szépen a Girlinger csoport magyarországi tamási beruházásait. Köszönöm a tulajdonosoknak, a magyarországi menedzsmentnek, hogy ismételten meghozták a beruházási döntéseket, és szeretném megköszönni a Tamási Hús valamennyi munkatársának, annak a több mint 450 embernek, akik a Tamási Húsnál dolgoznak, hogy olyan teljesítményt nyújtottak az elmúlt években, melyekkel kellő alapot biztosítottak ahhoz, hogy a tulajdonosok nyugodtan hozzák meg az újabb magyarországi beruházási döntést. Azt kívánom önöknek, hogy a számításaik a következő években is váljanak be, és remélem, hogy találkozunk még újabb beruházások átadásán itt a Tamási Húsnál. Az erre vonatkozó tapogatózó megbeszélések egészen biztatóan alakultak a mai napon is. A cégcsoport ügyvezetője Peter Schulz ünnepi beszédében elmondta, mindig is kiemelt szempont volt számukra, hogy a legjobbak legyenek és mindent megtegyenek a fejlődés érdekében. Az ünnepélyes szalagátvágást követően lehetőség adódott a kapacitásbővítő fejlesztés keretében kialakított üzem bejárására, amelyen Tamási Város önkormányzata is képviseltette magát. A város számára is sokat jelent, hogy egy jól működő vállalkozás legyen a Tamási Hús Kft., mondta el a település alpolgármestere. Elsősorban nekünk biztonságot. Az itt dolgozóknak létbiztonságot, biztos munkahelyeket, korszerű, innovatív technológiák megismerését, hosszú távú elképzeléseiket megvalósítani képes biztos, stabil pontokat, ami a mai világban nagyon számít. És jó látni azt, hogy külügyminiszter úr, mikor itt egy rövid kis zárt körű tárgyalás során beszélt a tulajdonosokkal, hogy ez tényleg csak egy állomás, ez nem a végállomás, hanem a cégcsoport további fejlesztésekben gondolkodik. Ez nekünk azért fontos itt a városban, mert a stabil munkahelyek adják a városnak azt az alapját, amivel gyakorlatilag a város működőképességét biztosítják, és a kérdésben elhangzott, hogy az egyik legnagyobb, hogyha a iparűzési adó fizetési képességét, vagy az eredményét nézzük a cégcsoportnak, akkor ők most a legnagyobb adófizetőink. Ez nagy öröm számunkra, hiszen mondom még egyszer, mindenki tudja, hogy 2007-ben hogy indult el ez a cég. Ahhoz képest itt most már, ahogy hallottuk, 80% exportképességgel rendelkező korszerű üzemet adtak át ma. Nagy büszkeség számunkra, és amiben tudjuk, segítjük őket.
A bölcsődei ellátással és gyermekfelügyelettel is büszkélkedhető cég hitvallása, hogy a dolgozó az egyik legfontosabb érték, hiszen a cégnek fontos, hogy a munkatársak, munka és életkörülményei jók legyenek, ami hozzájárul a stabil termeléshez is.